Küldött nekünk Lovász László elnök úr egy levelet. Ezt szeretném most felolvasni. Kedves kutatótársaim, kedves barátaink, támogatóink! Az elmúlt egy esztendő az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémia egyik legnehezebb éve volt. A történet vége még nem ismert. Jelenleg még nem tudjuk, hogy a tudomány autonómiájának megőrzése érdekében tett akadémiai erőfeszítéseket siker koronázza-e. Én bízom abban, hogy az akadémikusok, a legkiváló fiatal kutatókból álló lendületesek, az akadémiai dolgozók, a teljes magyar kutatói közösség túlnyomó többsége, valamint a magyar tudomány ügyeiránt elkötelezett magyar és külföldi támogatóink által megfogalmazott érveket nem csak meghallgatják, hanem meg is fontolják a döntéshozók. Addig is tárgyalnunk kell. Nem szabad szem elől téveszteni a fő célt, azt, hogy az intézethálózat kutatói itthon politikai nyomástól mentesen a nemzetközi normáknak megfelelő témaválasztási szabadságban előre tervezhető anyagi alapokon tudják folytatni kutatásaikat. Amíg ezeknek a céloknak az irányába reményünk van lépni, nem dobhatjuk a gyeplőt a lovak közé. Kedves kollégák! Az elmúlt egy esztendő kihívásokkal teli emberpróbáló volt. Mi, kutatók, szívesebben foglalkoztunk volna a tudomány művelésével. Mégsem tekintem elvesztegetett időszaknak a tavaly nyár eleje óta eltelt hónapokat. A magyar tudomány képviselői ugyanis korábban ritkán látható egységet mutattak. Megrendítő látni, hogy a különböző tudományterületről érkezett, a kutatói életpálya különböző szakaszán járó, eltérő világnézetű és habitusú kutatók milyen aggodalommal emelték fel szavukat a tudomány szabadsága mellett, és milyen egységesen álltak ki amellett, hogy az MTA kutatóhálózata maradjon az akadémiánál. Milyen hatalmas munkát végeztek a vezetők, a fiatal kutatók, az MTA titkársága. Köszönöm mindannyiuknak a munkát, a szolidaritást. Nagy lépés az is, hogy az akadémia minden döntéshozó szerve kinyilvánította. Kész a kutatóhálózat rendszerének megújítására, hogy az eddigieknél is jobban támogathassuk a kormány céljait, az ország és a nemzet felemelkedését. Kedves barátaim! Ígérem, hogy érezve a bizalmukat, a következő valószínűleg sorsdöntő napokban is arra törekszem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia maradjon az, aminek ma még mondhatjuk. Alapítója Széchenyi István szellemi örökségének őrzője, a magyar nyelv és kultúra ápolója, a hiteles tudomány legfontosabb hazai központja. Lovász László. Köszönjük elnök úr levelét!